Azok a szűk baráti körhöz tartozó író barátok, akik nem érték meg azt az időpontot, amikor még ezt a díjat megkaphatták. Gyurkovics Tiborra gondolok, Berta Bulcsúra, Lázár Ervinre és Kis Dénesre, ez volt a szűkebb kör. Noha nem élhették meg, én azért úgy a lelkem mélyén őket is a nemzetművészének érzem, mert annyi minden szépet és jót letettek a nemzet asztalára, gazdagították a nemzet szellemi kincstárát, hogy hát ilyen lelkemben ilyen posztumusz nemzetművészei ők is. Alapvetően a novella volt mindig a szerelmem, ugye azzal indultam, és noha hamar elkapott a színház, és 63-tól kezdve egész mostanáig azt mondhatom, a színház közelébe éltem és dolgoztam. Részben mind dramaturg, részben pedig mind drámaíró, ugye éltem a színházat. De azért a próza az az alapvető szerelem. Na most, ha az ember egy jó novellát, vagy két-három novellát egy évben meg tud írni, akkor már boldog lehet. Azon kívül most éppen tegnap előtt jelent meg, a Nyomdából hozták az Írók lámpafénynél című kötetnek a bővített kiadását, amiben ugyanolyan létszámú, rég volt barátaim, ismerőseim életrajzát vagy ismerettetését adtam a kötetben egy-egy szemelvényen, és arra gondoltam, hogy jó, hogy lenne, vagy jó lesz, hogyha ez a kötet eljut a magyar tanárokhoz. Mert a magyar órákon, természetesen a tanrendnek, az tanrend az oka, olyan sok idő nem jut a kortárs írók bemutatására. És ez talán segíti őket, mert nem minden nap vannak szem előtt ezek az írók, egy tanárnak kell a diákok elé hozni őket, és ez egy misszió, amit tulajdonképpen az írók, a kortárs írók ismertetése érdekében tettem, és nagyon szívesen tettem, és nagyon élvezettel tettem, mert újból és újból átéltem velük a kapcsolatot, a barátságot,